A hónap műtárgya 2020 novemberében Fülöp Gyula, Kovács Inas szabaduló munkája, de mit is jelent ez? Valójában egy kovácsoldvas rózsa, egy gyertyatartó, tehát mindenképp a 19. század végéről származó lakásdísz egyébként. A feudális és polgári korban a fémipari szakmák mesterei külön céhekbe tömörültek. Ilyen volt a kovács, a lakatos, a bádogos, a rézműves és az ötvös. Közülük a legjelentősebb gazdasági szerepe a kovácsnak volt. Fő feladata a mindennapi használati tárgyak és mezőgazdasági eszközök előállítása, javítása, illetve a szekerek vasalása, lovak patkolása volt. Lévén munkájuk nélkülözhetetlennek számított, minden településen volt legalább egy kovácsműhely. Ez mellett általában az egyes uradalmaknak is voltak uradalmi kovácsai. Ez úgy nézett ki, hogy egy-egy uradalom felfogadott vagy egy majorságba, vagy a területén lévő faluba egy műhelyt tartott fönn, és oda egy ilyen konvenciós, szerződéses kovácsot alkalmazott. A rózsát készítő kovácsmesterünk édesapja is egy ilyen uradalmi kovács volt. Tulajdonképpen ez a generációról generációra öröklődő kovácsmesterség az iparosok között ez egy gyakori bevett dolog volt. Úgy tűnik, hogy itt a 9 gyermek közül az egyikük, Fülöp Gyula folytatta is ezt a mesterséget. Fülöp Gyula születésekor már Tótkeszi Újpusztán, ma Magyarkeszi éltek, mely az Eszterházi uradalom és egy kisebb majorja volt. 10 év múlva átköltöztek egy másik eszterházi majorba, Gyántra, ma Pincehely határa. Az anyakönyvek minden esetben Ferri Fábernek, azaz kovácsmesternek nevezték az édesapját. A rózsát 1895-ben készítette el, Inas éveit akkor fejezi be, ez a szabaduló, tehát inasi szabaduló munkája volt, ekkor legényé léptették elő. És mivel ebben az időszakban ez egy nem egy mezőgazdasági használati tárgy volt, hanem ez egy reprezentatív berendezési, lakberendezési tárgynak számított funkcióját tekintve, ezért is mondhatjuk, hogy biztosan mezővárosi vagy városi kovács műhelyből került ki, illetve ott tanult maga Fülöp Gyula is. Vizsgamunkája alapján feltételezhető, hogy Fülöp Gyula is valamelyik közeli mezővárosban tanulta ki a szakmát. A későbbi műkovácsolásnak nevezett technikát is ismerő és alkalmazó kovácsinas nagy kézügyességről tanúskodó díszrózsát készített. Munka közben mind a hideg, mind a meleg kovácsolás technikáit alkalmazta. Ezt a henger alakú szárat, illetve a hozzátartozó szétnyíló háromlábat, ez gyakorlatilag kovács hegesztéssel, tehát úgynevezett fehér izzással, fehér melegen rakták össze. Ez azt jelentett, hogy nagyon magas hőfokra fel kellett melegíteni, hogy utána az összekalapálás és a fémek összeolvadása sikeres legyen. Az olyan részeket, mint a leveleknek a szárát, vagy a bimbóknak a szárát, azt forrasztással rakta hozzá, méghozzá sárga rézzel forrasztotta meg ezeket a részeket. Szintén figyelmet érdemel például a leveleknek, illetve a szirmoknak az elkészítése. Ebben az időben, tehát itt a 19. század végén Magyarországon a vaslemezgyárak, tehát vashenger művek már működtek, illetve úgymond félkész termékeket lehetett vásárolni a piacon, és ennek a rózsának is a levelei gyakorlatilag ilyen előre elkészített, megvásárolt ipari lemezből ollóval, tehát kovácsollóval vágta ki. A lemezollóval kivágott alakzatokat a maga készítette domborítószerszámmal és kalapáccsal formázta meg. A leveleken látható erezéshez a száron végigfutó kéreg mintavéséséhez szintén speciális, egyedi eszközöket gyártott. Még egy technika, ami érdekes volt, ez az úgynevezett zömítés, amikor felsűrűsítik a szár végén az anyagot, és utána a szár végén utána tették rá végül is a rózsának a bimbóját. Valójában a rózsának, mint tárgynak a történetében szintén egy változást jelentett, hogy 1961-ben a családnál volt ez a tárgy, tehát mint szabaduló, inasból szabaduló munkáját, ezt megtartotta a család. Fülöp Gyulának az unokája, Fülöp Erzsébet 1961-ben az Ozorai Járási Múzeumnak ajándékozta. A múzeum bezárása után a Simon-Tornyai Vármúzeumba került,
és végül is bizonyos átalakítások, múzeumi átalakítások után 2007-ben került be a Vosinszky-Mór megyei múzeumnak a néprajzi gyűjteményébe. A mester életéről még egy-két adattal szolgáltak az anyakönyvek. Az ozorai származású Dénes Annával kötött házasságot, aki túlélte 1950-ben elhunyt férjét. Azt gondolom, hogy nem csak a rózsának nem csak a szépsége, illetve az életkora érdemel figyelmet, ugyanis hát 125 éves ez a vasrózsa, hanem maga az a technológia, amivel készítették. Érdemes lesz továbbra is követni a rózsa történetét. Fülöp úr unokája felkereste a múzeumot azzal a felvetéssel, hogy további információkat tud megosztani a mesterrel és a munkával kapcsolatban is.